Igen, Kosiba ismét nagyon jól csinálja ezt a pörgetős szervafogadást, de úgy látom az Ádám kezdi ezt kitapasztalni. Vagy Dani pörgette el most magát. Klasszikus ütés ellen, amikor engedik a játékosok a labdát kipörögni az asztal mögé, vagy szinte az asztal szintje alá, és onnan egy felhúzott, falsosabb ütéssel operálva küldik át a labdát az ellenfél játékterére. Ennek annyi előnye van, hogy nagyon nehéz, hiába lassan jön a labda, annyira tele van pörgéssel, hogy nehéz lekezelni. Nehéz rá nagyon gyorsat, keményet ütni. Igen. Gyakorlatilag, ahogy a szettel indult a Kosiba, ezt a szett végén is remekül tudta hozni, egy kőkemény kereszt pörgetéssel, fonák pörgetéssel fejezte be a szettet 11 hétre. Közben a szünetben szót kell ejteni a másik asztalon történtekről, ahol Nagy Krisztián is Vicsek Iván játszik. Most kezdték el egy pici csúszással, 5-4-re vezet Nagy Krisztián. Lassan folytatódik a mérkőzés. Linnar Ádám kezdi a szervát. Most gyakorlatilag visszalőtt a Daninak a fegyverével egy keresztbe fonák kontraütéssel, mert inkább kontra volt, mint pörgetés, azzal rögtön pontot tudott szerezni, és ezt rögtön meg is duplázta 2-0 Linnar Ádámnak. Tenyeres játék. Kicsit fura, mert ebből látok kevesebbet, de most ezzel sikerült Daninak az első pontját megszereznie. Látványos labdamenet volt. Linnar nagyon jól fogadta Dani fonák oldalára, egészen szélre. Szinte nehezen tudta Dani ezt visszaadni. Fel is kínálta a labdát gyakorlatilag, hogy Linnar be tudja ászolni, de nem volt elég kemény az ütés, ezért Dani vissza tudott támadni belőle, és gyakorlatilag az ő szempontjában 0-2-ről meg tudta úgy fordítani az állást, hogy ezzel a ponttal most már 4-2-re Kosiba vezet. Nagyon szépen indított Linnar. Egy picit más technikát használ fonák pörgetésre, mint Kosiba. Kosiba erőből, csuklóból, kőkeményen pörget. Ádám egy kicsit lágyabban emeli a labdát, viszont talán egy picivel jobban helyezi ezáltal. És a fonák megindított ütése után tenyeressel be tudta fejezni az előbb. Nagyon-nagyon-nagyon kitűnő labdamenet volt. A srácok kezdenek belelendülni a játékba, szerencsére. Aminek azért is örülök, mert mindannyian jobban szórakozunk, hogyha jó játékot látunk. Igen, hiányoltam a tenyeres pörgetést, ezt ezek szerint sikerült az éterbe sugároznunk, úgyhogy a srácok is tudjanak róla, egyre több tenyeres ütésváltást láthatunk. Nem mint a fonákkal baj lenne, sőt én nagyon-nagyon szeretem, de a tenyeres azért egy igazi látványos játék ellen. Egyelőre úgy látom, hogy tenyeresben is Dani Ádám fölé keveredett. Meglátjuk, hogy tudja-e tartani.
Egy gyors törölközés bele kell, hogy férjen. Fonák pörgetését fonákkal kezelte le, de egy lefelé irányított mozdulattal szinte, mint egy védekező játékos meglebegtette a labdát, tehát nagyon finoman esett be a háló mögé a labda. Azonban még vezet 8-6-ra, és ő szervál. Lindner nem adja föl, egyértelmű. Tegnap bebizonyította, hogy tud küzdeni, ahogy egy igazi sportemberhez ez méltó. Egy ponttal vezet Kosiba 8-7. Egy érdekes szerva megoldást láthattunk, ugyanis tenyeressel szervált Kosiba, de saját tenyeres oldaláról, az ellenfél tenyeres oldalára. És magasan tudta ezt Lindner fogadni, megindítani nem tudta. Abból viszont Dani már előnyt kovácsolt. Azonban elszakadni nem tud. Lindner jól pörgetett Dani fonák oldalára. Egy ponttal vezet Kosiba, Lindner szervál. Nem tudom, hogy mit is mondhatnék egy ilyen labdamenet után. Gyakorlatilag jól látható volt, hogy Lindner indította el ezt a támadást. Egész ügyesen mozgatta Kosibát, tehát nem tudta onnan már mindkét oldalt megjátszani, de hol a tenyeres oldalt célozta, hol inkább középre húzott. Tehát Kosibának folyamatosan kellett korrigálnia. Aztán sajnos egy hálós labda beleszólt a labdamenetbe, miatt ugye Lindnernek nehezebb lett a dolga, el is bukta azt a pontot, viszont 10-9-re fel tudott jönni, és időkérés történt. Tegnap szót ejtettünk már az időkérés jelentőségéről, mindkét játékos kérhet időt, na persze nem szettenként, hanem mérkőzésenként egyszer. Ilyenkor két cél lehet. Akkor is kérhet időt valaki, hogyha esetleg ő vezet, hogy nehogy belerohanjon abba, hogy megnyugszik. Inkább szükség van ilyenkor a koncentráció fenntartására. Lindnernek szerencséje volt, a hálóról átsorgott a labda, de gyakorlatilag úgy pördült át, hogy azt Dani szinte azonnal meg tudta támadni. Így 11-9-re megnyerte a második szettet is. Visszatérve az időkérésre, az utolsó labdamenet miatt ezt gondolatmenetet félbehagytam. Akkor is van értelme a időkérésnek, amikor valaki éppen vesztésre áll. Tegnap is volt erre példa, hogy éppen vesztésre álló játékos időt kért, és ezzel az időkéréssel ki tudta egy picit billenteni az addig jobban játszó versenytársát. Ezáltal fel is tudott zárkózni, sőt, volt tegnap példa arra is, hogy a szettet is meg tudták fordítani. 2-0-ra vezet Kosiba. Ugyanakkor én még most nem fogadnék a meccs vég kimenetelére. Az ütőszérről majdnem fölpattant ide hozzánk a labda. Úgyhogy az első pont Lindner Ádámé. Annyira, hogy most ezzel a labdamenettel már 3-1-re ő vezet.
Dani szervál. Nagyon jól csinálja ezt. Az igazság, hogy még szinte 10-ből 7 labdát meg tud támadni szinte azonnal Fonák oldalról. És annyira gyorsan tudja ezt megütni, hogy nagyon nehéz kezelni. Szép. Kitűnő labdamenetet láthattunk. Kosibát kimozgatta ismét Linner Ádám, akinek fel kellett dobni a labdát egész magasra, messziről, viszont ezzel ugye ász helyzetbe hozta az ellenfelét, aki nem hibázott. Most viszont egy szervát elrontott, tehát amit az előbb látványos játékkal megnyert, azt most el is veszítette egy buta szervával. Pont egy perce beszéltem erről, hogy Kosuba szinte mindennek tud Fonákkal támadni. Most is gyakorlatilag 4-4-re felzárkózza. Egy tenyeres ütésváltás után Linner örülhet. De Dani bebizonyította nekünk, hogy nem csak Fonákkal tehetséges, hanem tenyeressel is. Középről Fonák oldalra pörgetett. Dühítő különbség, illetve hiba lehet. Ádám szinte ugyanúgy rontotta el a szerváját, mint 2 perccel ezelőtt. Ismét időkérés van. Gyakorlatilag szett arányban úgy állunk, hogy Kosiba 2-0-ra vezet, és most 6-5-re vezet, tehát jó lenne lélektanilag, hogyha ezt tudná ezt a szettet hozni Ádám, hogy a meccsben maradjon, mert azért 3-0-ról már jóval nehezebb behúzni a mérkőzést, akkor már gyakorlatilag picit sem hibázhat, tehát 4 szettet zsinórba nyernie kell, ami azért nagyon-nagyon nehéz. Piatra átpillantok a másik asztalnál folyó mérkőzésre. Ott egy-egy szettállás van, és 7-7, nagyon nagy csata. Úgy látom, hogy senki sem adja olcsón a bőrét. Kosiba folytatja a jó sorozatát, hátrányból tudott ugye fordítani, most 7-5-re viszonylag stabilan ő vezet. Egy nagyon jó szerva, az előbb is bejött ez a Daninak. Saját tenyeres oldalára állt ki, és onnan adott egy oldalfalsos szervát az ellenfél tenyeres oldalára, amit elméletileg jól meg lehet támadni tenyeressel. Azonban nem olyan egyszerű ez a kérdés, mert ugye, ha az ember nem ismeri fel, hogy mennyire erős benne a fals, akkor nem tudja, hogy hogyan pörgesse rá, és itt is ez történt, hogy túlhúzta át. Nagyon szép. Sikerült Ádámnak ledolgozni a hátrányát, 8-8-ra módosította az állást. Kosiba ismét bevetett a saját tenyeres oldaláról való szerválást, és úgy látom most is ehhez készül. Ádám egy picit módosította a fogadáson, ugyanis csak beletolt a labdába. Most is ezzel próbálkozott, de ilyen apró, rafinált változtatások véleményem szerint vannak folyamatosan ezekben a szervákban. Nem lehet ugyanúgy lekezelni ezeket. Gyakorlatilag, ha 3-4, ugyanaz a mozdulattal 3-4 féle falsot tud adni valaki, akkor
elméletileg annyiféle nyerőszervára tehet ezzel szert. Kosiba nem tréfál, behúzta a harmadik szettet is 11-8. Jelen pillanatban egy picit talán lélektanilag ez egy döntő pillanat volt. Másik asztalra átpillantunk, gyakorlatilag Vicsek és nagy csatája zajlik, 2-1-re Vicsek vezet. Nem láthatják a közvetítésben, de véleményem szerint majd felvételről talán egy-két point meg tudom mutatni. Nagyon jó meccset játszanak a srácok. A mi asztalunkon folytatódnak az események. 3-0 vezette át Kosiba Dániel. Szeretné ezt a döntőt játszani, úgy érzem. Linner kezdi a szervát. Egy-eggyel nyitnak a srácok. Tegnap beszéltem arról, hogy van egyfajta megnyugvásból adó lendületvesztés akkor, amikor valaki viszonylag stabilan vezet. Kíváncsi leszek, hogy ez most elő fog-e jönni Daninál, vagy kőkeményen végignyomja, nem enged ki. Mert ha egy kicsit kienged, Linner élni fog vele, és szépíteni tud. Egyelőre azonban több kisebb hibának köszönhetően Dani vezet 3-1-re. Nagyon szép labdamenet volt. Linner nagyon tudatosan és jól vált ütőtávot, illetve irányt, hogy hova üti. Kosibával azért van nehéz dolga, mert annyira stabil fonák oldalról, hogy hiába támadja intenzíven a fonákját, egyszerűen kőkemény labdák jönnek vissza. Hát az is lehet, hogy saját dolgát nehezíti meg vele, mert gyakorlatilag Dani annyira gyorsat, keményet és jól helyzetet tud ütni arról az oldalról, hogy lehet, hogy egy picit kiszámíthatatlanabbul kellene helyezgetni ezeket az ütéseit. Nagyon jól váltott oldalt Ádám, azonban Dani nem küzd súlyfelesleggel, úgyhogy majdnem minden labdát elér szinte. Ezt is vonalon pattant, tenyeres oldaláról, de utolérte is. Meg tudtam menteni még a labdát is, sőt a labdamenetet is. 5-4 az állás Kosibának. Ötöt. Linner kapaszkodik. Olyannyira, hogy okos higgadt játékkal nem túlvállalva magát, hanem inkább viszonylag defenzív. Persze ez nem a védekezést jelenti, de egy kivárós, biztosabb játékot produkálva próbál szerintem a szedben maradni. Jelenleg 6-6. Fonák ütésváltás volt. Ebben Dani hagyományosan jó, hogyha egy ilyen fiatal ember életében egyáltalán ilyet szabad mondani. 8-6-ra módosul az állás, és ha...
Egy apró trükköt vetett be Dani. Gyakorlatilag ugyanúgy állt be eddig szervához, ahogy eddig. Ezonban nem rövid szervát adott középre vagy fonák oldalra, hanem egy gyors szervát az ellenfél tenyeresére, amit Ádám elért ugyan, de kezelni már nem tudott, annyira gyors volt. Ilyenkor nem is, nincs is sok fas. A labdában inkább az elérhetetlenséget vagy gyorsasága az, ami gondot okoz. Nagyon szép ütés volt. Tenyeressel kifordítva egy kicsit az alkarját, egy egyenes ütést. Ütött az Ádám velük, most pedig gyakorlatilag egy fonák befejező keresztpörgetéssel szereztem meg az egyenlítő pontot, 9-9. Ez a szett nincs lefutva. Hát ezt nagyon szükséges lett volna beütnie az Ádámnak. Ott volt a kezén a labda, jól ki is állt lábbal, tehát nyugodtan meg pörgethette, de hosszú lett. Láthatjuk, a Dani nem kegyelmezett, nem engedett ki. Minden elmélet, amit idáig mondtam erről a mérkőzésről, történelemmé vált. És Dani 4-0-val húzta be ezt a mérkőzést szép játékkal.